Tisztelt Lelkész úr, említette egyik adásban, hogy kíváncsi a Noi című filmre. Hallottam jót is, rosszat is a filmről. Nem tudom, volt-e módja megnézni, érdekelne a véleménye, köszönettel Miklós. Lefoglaltattam jegyet, de mégis lemondtam, hogy nem nézem meg, mert több személytől kérdeztem, hogy mi a benyomásuk, mi a véleményük. Nem, mintha másoknak a véleményétől hagyom magad vezetni, csak az idő miatt kellett döntenem, hogy egy ellentmondásos filmre most nekem nincs időm, és ezért nem akartam elmenni. Azt gondolom, hogy reális lehet, hogy ellentmondásos ez a film, megosztó ez a film. Azt gondolom, hogy ez Én nem is értem, hogy mi nem tudták rendesen megcsinálni ezt a filmet. Vagy pedig rossz tanácsadói voltak, ha voltak egyáltalán. Egy-két kritikát elolvastam, és butaságot írnak a kritikusok is, mert azt mondják, hogy hogy lehet 8 eh, verszakból egy filmet csinálni. Hát akkor nem ismerik a, a, az, az egésznek a történetét. Egyrészt nem 8 fejezetből áll, hanem nem nyolc verszakból áll, hanem több fejezetből áll. Noé az tulajdonképpen egy evangélium, ha jól tetszik. Ha nagyon megnézzük, a Noé, ha, ha új szövetségnek kifejezést használjuk, a Noé számára természetesen az evangélium, mert a Noé túlélte és megmenekült az Isten ítéleten. Másrészt pedig el lehetett volna a rendezőknek és a forgatókönyvíróknak olvasni mélyen, tanulmányozni az Énok könyvét. Most ezt nem azt ajánlom, hogy te csináljad, de ha már filmet csinálnak nagyon sok olyan dolgot megértettek volna, amiből egy szupermodern, hipermodern filmet lehetett volna csinálni, ami az eddigi minden ilyen ufókkal, meg stb. készült filmet messze túl szárnyalt volna, mert be lehetett volna mutatni, hogy hogy jöttek le a mennyből az angyali fejedelmek, hogyan jött, milyen gyűlést tartottak a Herman csúcsán, milyen tanácskozás volt, milyen uh, uh, húzavona előzte meg a lázadásukat ugye a Hénok könyve szerint 200 angyali fejedelemről van szó, akkor el lehetett volna olvasni a jubileumi könyvet, el lehetett volna, volna olvasni a Jásár könyvét, és, és ezen kívül még vannak más olyan könyvek, ami nagyon árnyaltá tette volna, és ugyanakkor nem biblia ellenessé tette volna a filmet, tehát meg lehetett volna készíteni. Nem is fér volna bele még két órába sem, mert olyan szuper dolgokat lehetett volna kihozni a Noé könyvéből, Noé történetéből, mert az apokrifek, most akkor ha nem akarnak összezavarni benneteket, ugye hát különböző kategóriához tartozó könyvek vannak, és azért vannak olyan Iratok, amelyeket nem fogadunk el kinyilatkoztatásnak, de egy filmkészítés szempontjából nézően, föl lehet használni, hogy a korra ráhangolódjon. Másik dolog pedig, hogy hát nem örülök annak, hogy kulturálisan is egy rossz helyszínre helyeztem, ahogy képeket látom, az egész történetet, mert az a történe abba, abba a korszakban, rendkívül fontos információk és is ismereteknek a birtokába jutott az emberiség, amit gonoszságra használtak. Hát gonosz angyalok akkor tanították meg a, 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 ezek szerint sok minden dologra, építészetre, vas kimunkálásra, zenére, kultúrára. Például beletett volna hozni egyik iratba azt szerepel, hogy a hölgyek, a férfiak gyűlölték azokat a nőket, akik gyermekeket szülnek, mert féltették, hogy az alakjuk megváltozik, ezért bizonyos növényeket adtak a nőknek, hogy elvetéljenek gyorsan a szexuális élet után. Mi ez, hogyha nem a modern kornak a előszménye, előszele. És hát ezt, ezt jóval Jézus Krisztus előtt jegyezték föl a zsidó tradícióba, ezeket a megjegyzéseket. Tehát amivel újra mondom, hogy lehetett volna ezt a filmet nagyon modern módon a mai kornak a problémáit, erkölcsi problémáit és a szakadékba való rohanását bemutatni és figyelmeztetni az emberiséget arra, hogy filmen keresztül, hogy emberek be fog következni, ha nem is vízezön, de vízezönnél talán még szörnyűbb katasztrófa, ha ezen az utoljártok. jártok. Na, de menjünk tovább a noé Tehát, hogy tudom, a, a bukott angyalokat is rosszul ábrázoljam, és egészen más. Szóval nem, nem, szerintem nem jó film. Annak kellene, hogy van gondolata nyilván, úgyhogy, de azért lehet, hogy valamikor megnézem. De annyira nem jó ez a film, hogy elmenjek egy moziban majd, amikor meg lehet kapni akkor majd otthon egyszer, ha nagyon unatkozok, megnézem. De valami én a pasiót se néztem meg. És azt gondolom, nem veszítettem semmit. De a evangéliumot olvasom.